Ha valakit megkérdeznének arról, mit gondol, hol készült a Budapest Sportaréna vász szerkezete vagy a szimacsarnok, biztosan nem gondol a Dombováron működő Rutin Kft.-re. Pedig a világ számos helyén találkozhatnak a cég által gyártott termékekkel, legutóbb a NASA felkérésére gyártottak a rakéta kilövéséhez szükséges állományokat. Ilyen helyen szakmát tanulni azt valószínűsíti, hogy a mesterfogásokat is elsajátítják a tanulók. És ez így is van. Legutóbb az országos szakmai verseny első és ötödik helyezését nyerték el az itt tanuló szakmunkások. A cégünk több mint 8 éve képez gyakorlati oktatás keretében tanulókat. A tapasztalatok elég vegyesek, több iskolától vannak tanulóink. A tanulók minősége teljesen változó. Jelenleg az idei év elég sikeresnek mondható számunkra. A szakmasztár versenyen elhoztuk az első, illetve az ötödik helyet a szerkezett lakatos kategóriában. Éveken keresztül benn voltunk a 10 első között, de ez az év különösen sikeresnek volt mondható. Cégünk 5 iskolával van kapcsolatban, ugye 3 megye határán vagyunk. Ezekből a megyékből, Tolna-Somogy és Baranya megyéből jönnek hozzánk diákok. Volt idő, amikor 40-nél is több tanulója volt a cégnek, ám a kamarai előírás miatt, miután a cégnél 50-nél kevesebb foglalkoztatott van, kötött létszámban oktathatnak. Pedig minden a rendelkezésükre állna a komolyabb létszámú képzéshez. 12 fős létszámra lecsökkentett tanuló létszámmal tudunk jelenleg működni. Régebben ez lényegesen több volt, 30-40 tanulóval dolgoztunk. Több gyakorlati oktatónk is van, tehát ügyhegesztő, lakatos, illetve forgácsoló szakmákban is. Jelenleg a gyerekek nagy része ez problémát jelent, inkább szakközépiskolákba, illetve gimnáziumokba próbál bejutni. Amit tapasztalunk az az, hogy a színvonalat némileg csökkentették ezekben az iskolákban, annak érdekében, hogy a tanuló létszámot, nagyobb tanuló létszámot tudjanak beszerezni, illetve magukhoz csalogatni. Így az ipari iskolák részére a gyakorlati szakmákban kevesebb tanuló jut sajnos. Ez most a tendencia. Bakonyi András azt mondja, ma még megmondhatatlan, javul-e a helyzet a szakképzési törvény módosításának bevezetése után. Gyerek sincs annyi, szerintem kevesebb gyerek jelentkezik gyakorlati képzésre, ám megpróbálunk megragadni minden gyermeket, hiszen a szakmákban ugye hiány mutatkozik, főleg a vasipari szakmákban, és ilyen módon mi a képzett gyerekeinket megpróbáljuk itt tartani majd a jövőben. Most jelenleg olyan 8-10 ember van, aki a cégen belül, aki itt is tanult, és már itt is dolgozik. Az utolsó éves diákokat mindig bevisszük a termelésbe. Ugye meg kell ismerkedniük a piaci helyzetekkel, illetve a komolyabb szakmai területekkel, így őket megpróbáljuk közelíteni a munkának azon részéhez, ahol láthatnak komolyabb feladatokat. Az ember azt gondolná, egy nemzetközi kapcsolatokkal és háttérrel működő cég esetében magasabb a szakmai elvárás a tanulókkal szemben is. Ám ez nem így van. A minőségi elvárás nem gondolom, hogy más lenne, azonban komolyabb, magasabb szintű gépekkel, magasabb szintű technológiákkal ismerkedhetnek meg, így az ő részükre ez előnyösebb nyilvánvalóan. Természetesen felnőtt képzést is foglalkozunk. Sajnos a létszám stop az őrájuk is vonatkozik. A felnőtt képzésben ugye másod szakma képzéséről beszélünk. Itt a már megszerzett szakma mellé van lehetőség másodszakma szerzésére. Ez jelenleg folyik is, ilyen képzés nálunk. És dolgozóink közül vannak többen, akik szeretnének más szakmában is érvényesülni. A rutinban a szakképzés területén is nagy a rutin. Az idei évben is kezdeményezték a tanuló létszám bővítését, egyelőre sikertelenül. Reményeik szerint hamarosan ismét a mainál többen tanulhatják a szakma fogásait egy nemzetközileg is elismert cégnél.